20 év után felújítani egy István-nak irányt, ez egy elég komoly vállalkozás, nem? Nagyon komoly vállalkozás. Milyen lesz ez az új István? Fog kötődni az előzőekhez? Igen, mindenféleképpen, hisz azokat tiszteletben tartja. Én azt gondolom, hogy ez egy ünnep, hogy 20 évet megélhetett ez a közösség, ez a nyári színház. És hát amit én elmondtam már a szereplőknek is, hogy ez mindig ünnep. Az István a király az egy ünnep, egy döntésnek az ünnepe. Ez abban is ünnep, hogy egy város közössége összefog. És szerintem ez, hogy 20 éven keresztül folyamatosan összefognak, ez egy fantasztikus dolog. De szerintem Magyarországon nincs másik ilyen. 20 évre ezelőtt ez egy mozgalom volt városunkban. Így van. Én akkor egy előadást, illetve a főpróbát talán fejgépeztem. Igen, Lacinak besegítettem. 20 évvel ezelőtt fejgépeztem itt. Mennyiben fog ez változni? Az biztos, hogy a szereplők azok változnak. Egyrészt azért, mert jönnek az újak, a másrészt azért, mert vagy megkoptak a hangok, vagy átalakultak a hangok. Tehát mindenképpen újítani kell, mert hát a 20 év, csak 20 év. Igen, 20 év, 20 év. De én nekem nagyon tetszett az egész szimbolikája. Tehát, hogy nekem az előadás nagyon-nagyon tetszett, tehát nyilvánvaló, hogy ebből már rengeteg hasonlóság lesz. A tér más lesz, tehát, hogy ez egy új teret kell kitalálni, de én az egészet, nekem nagyon tetszett. Hogy mennyire lesz új, hát ezt majd meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Take it all, lost in love.